Köszöntöm Önöket ismét, remélem, hogy továbbra is velünk tudnak maradni. Történelmi helyzetet elemzünk. Az Egyesült Államok 45. elnöke akár nő is lehet, mert hogy megvan a demokraták hivatalos elnök jelöltje, nem meglepetés, nyilván Hillary Clinton, aki az éjszakai beszédében hivatalosan el is fogadta ezt a jelöltséget. Többek között a beszédet, meg egyáltalán az amerikai helyzetet elemezzük. Pálmai Zsolt, Amerika szakértővel, jó reggelt kívánok, üdvözlöm. Ami már kijött így a hírekbe, gyorsan megnéztem, hogy Hillary Clinton miket is mondott, munkahelyteremtést, minimálbéremelést, a kampányfinanszírozások reformját, olyan nagyon-nagyon meglepő dolgokat én nem olvastam, nem láttam. Mennyire volt ez egy nagyívű beszéd? Nagyívű volt abból a szempontból, hogy igen széles közönségnek szólt. Ugye, hogyha a munkateremtésről, vagy a minimálbéremelésről beszélünk, akkor fontos tudni, hogy ez egy igen komoly háttéralkú folyamatnak az eredménye, amely során Bernie Sanders és az ő kampánystábja is beállt végül Clintonik mögé. Ugye Sanders sürgette azt, hogy $15 per órára növeljék a minimálbért az Egyesült Államokban. Ő beszélt nagyon sokat arról, hogy a szabadkereskedelmi egyezmények milyen különböző módokon átadtak a dolgozó amerikaiaknak, hogy hogyan kell megőrizni a mostani munkahelyeket és további munkahelyeket teremteni. Továbbá Clinton arról is beszélt, hogy nem kell félnie a második alkotmány kiegészítésre nagyon érzékeny szavazóknak attól, hogy ő bárkitől el fogja venni a fegyverét. Ő azoktól szeretné elvenni a fegyvert, akinek alapvetően soha nem is kéne, hogy fegyvere legyen. Tehát ez a józan fegyvertartási szabályok, azt hiszem így fogalmazott, akkor ez nem jelentene olyan szigorítást, mint amit feltételeztek, hogy esetleg ő szigorítaná a fegyvertartási szabályokon? A legkevésbé sem. Több speaker is utalt rá a jelölőgyűlés során, hogy Clintonból sokan egy karikatúrát kívánnak csinálni, olyan valakit, aki el akarja venni minden amerikaitól azt a fegyvertartási jogot, amit egyébként az alkotmány garantál nekik. Clinton soha nem jött elő ilyen tervezettel, ő pusztán azt szeretné, hogyha szigorúbb szabályok vonatkoznának a fegyvertartásra, és ezáltal az olyanok, akik esetleg beszámíthatatlanok, vagy korábbi előéletük alapján nem javasolt számukra a fegyvert adni, azok ne juthassanak fegyverekhez. Ezek a kérdések, amiket mi is most említettünk részben, ezek nyilvánvalóan fontos, bár részben idézőjelben, nagyon idézőjelben száraz témák. Mondjuk 2 év múlva fog bárki emlékezni erre a beszédre? Nem hinném. Inkább arra fognak emlékezni, hogy Clinton megpróbált egy olyan koalíciót építeni maga köré, amely viszonylag szokatlan a demokrata párt modern történetében. Ugye most, hogyha végignéztük a jelölőgyűlésnek a napjait, akkor észrevehettük, hogy szinte többet hivatkoznak Ronald Reaganre, mint a republikánusok. Most látnak egy lehetőséget a demokraták arra, hogy megszólítsák azokat a mérsékelt republikánusokat is, akiket egyébként elriaszt Donald Trump temperamentuma vagy szakértelmének a hiánya. És ebből a szempontból Clinton egy nagy egyesítő erőként kíván fellépni. És hogyha sikerül ez neki, akkor erre mindenképpen emlékezni fogunk, mint egy némi kockázattal is járó nagy manőverre. Ha pedig nem, akkor jó eséllyel ehhez is fogják kötni a bukásának okait. Tehát ahhoz, hogy nem annyira jó szónok, itt erre célzott, hogy ehhez is kötik majd? Ez mindenképpen benne van. Ugye, hát Clinton asszony az első, aki bevallja, hogy nem jön neki annyira természetesen a szónoklás, mint mondjuk a férjének vagy Obama elnöknek. És volt erről egy roppant fontos könyv, a Brookings egyik kutatója írta, amelyben azonosítja azokat az okokat, amelyek miatt egyes elnökök kudarcot vallanak, mások pedig sikeresek lesznek. Három fő szempontot sorol fel. Az egyik az, hogy megfelelő politikával kell rendelkezni, ezt megfelelően kell kommunikálni, és megfelelően kell implementálni. Ha megkérdezzük azokat az embereket, akik Clintonnal együtt dolgoztak a közszolgálatban töltött évtizedei alatt, akkor mindenki arról beszél, hogy roppant jó a politikában, nagyon jó az implementációban, a kommunikáció viszont nagy hátránya. És a választásoknak mindig az a nagy hátulütője, hogy az nagyon-nagyon a kommunikációra helyezi a hangsúlyt. Pont ezt akartam kérdezni, hogy egy nem jó szónok lehet-e az Egyesült Államok elnöke? Ki fog derülni novemberben? Én azt mondom, hogy nagyon is. Tehát, hogy ez nem lesz akkora akadály. Ha összevetjük, most nyilván nem csak a szónoki képességekről akarok beszélni, de azért az emberek nagy részt ezek alapján, a beszédek alapján döntik el, hogy kire szavaznak.
mi a szerencsésebb helyzet? Az, ami Clintonnál áll fenn, hogy nem egy annyira jó szónok, viszont egészen biztosak lehetünk benne, hogy nem mondjuk idézjelve hülyeségeket. Miközben Trump belefut olyan végig gondolatlan mondatokba, vagy éppen önmagának ellentmondó kijelentésekbe. Tehát nagyon szórakoztató, nagyon jók a beszédek, csak hát ezért elég könnyű levonni belőle azt a következtetést, hogy felkészületlen. Melyik a szerencsésebb, szerencsétlenebb attitűd? Ha nekem pusztán az lenne a célom, hogy elnök legyek Amerikában, akkor inkább Donald Trump helyébe szeretnék lenni. Neki ugyanis van egy olyan adottság, amit nem nagyon lehet tanulni. Clintonnak is lett volna lehetőség megtanulni, egyszerűen látszik, hogy nem megy neki. Trump viszont el tudna adni ezzel a stílussal gyakorlatilag bármit. Annyi lenne a dolga, hogy elolvassa a jelentéseket, odafigyel arra, amit a szakértői mondanak, de látszólag neki ez egyrészt nem célja, másrészt inkább inkább amellett tett el a kampánya a voksát, hogy majd inkább az ő személyes stílusában viszi végül a kampányt, és inkább felületes, de bombasztikus szólamokkal próbálhatni a választókra. Trumpnak mi a legnagyobb előnye Hillary-vel szemben, és fordítva? Egy gyakorlatilag mágneses vonzerővel rendelkező személyiség, ami nem feltétlenül nem pozitív vonzalmat jelent, de egyszerűen nem lehet rá nem odafigyelni, és nagyon jól tud, nagyon tömören összefoglalni olyan dolgokat, amelyek megragadják az emberek fantáziáját. Nem feltétlenül igaz dolgokról van szó, egyszerűen olyanokról, amiket hazavisz az ember fejben, és egyszerűen, hogyha majd ott áll a választócetli előtt, akkor nem tudja függetleníteni magát tőle. És Clintonnak mi a nagy előnye? Borzasztó szakértelemmel rendelkezik, ahogy Obama elnök is fogalmazott, se ő, se például Bill Clinton, sőt, talán az unió történetében senki nem rendelkezett hozzáfogható felkészültséggel az előtte álló munkára. Ezen kívül borzasztó jó kapcsolati rendszere van, amit gyakorlatilag 4 évtized során sikerült neki bebetonoznia. Ha megnézzük a két jelöltet, akkor mintha teljesen a két végpontról lenne szó, tehát szinte mindenben egymásnak az ellentétei. Bizonyos szempontból igaz, akkor Trumpról gyakran okkal mondják, hogy nem feltétlenül képviseli a republikánus fősodort. Több szociális kérdésben például liberálisabbnak mondható, mint a republikánus párt nagy része, így például a nők abortuszhoz való jogához, vagy például a Planned Parenthood családtervezési és nők számára a különböző szolgáltatás vagy nyújtó szervezet támogatásáról legyen csak szó. Következő 3 hónap, ami hátra van az elnökválasztásig, miről fog szólni ön szerint? Clinton meg akarja győzni a választókat arról, hogy meg lehet benne bízni. Trump meg akarja győzni a választókat arról, hogy Clintonban cseppet sem lehet megbízni, és hogy nem szakértelemre van szükség, hanem egy erős, markáns vízióra. A CNN-nek néhány nappal ezelőtt napvilágot látott egy közvéleménykutatása, már mennyire lehet adni ezekre a közvéleménykutatásokra, az Trump fölényt mért egyébként. Ön mire voksolna? Tudom, hogy nagyon nehéz a kérdés, de mégis. Nem divat ilyenkor konkrét választ adni, de én azt mondom, hogy ha az emberek tudnak fogadni, akkor inkább Clintonra tegyék a pénzüket. Tehát ön azt javasolná, mert az jobb a világnak, Európának, vagy ön azt mondja, hogy inkább így fognak dönteni az amerikaiak? Azt inkább nem akarom kijelenteni, hogy mi jobb a világnak és Európának, de az elektori térkép alapján én azt mondom, hogy Clinton előnyből indul, és hogy ezt az előnyt roppant felkészült kampánystábja és az ő sok tapasztalata révén meg is fogja őrizni. Mennyire árt Clintonnak az e-mail botrány? Ugye ez az egyetlen olyan botrányos dolog, amit vele kapcsolatban fel tudunk említeni. Mennyire fújják ezt fel, vagy mennyire azért ez egy nagyon veszélyes dolog volt? Mit gondol? Némileg Luffyról van szó, ugyanakkor a Luffyt igen nagy szakértelemmel sikerült nagyra fújni a republikánus pártnak. Ártott neki, egyértelműen látszik, hogy amikor ez az egész elindult neki, akkor az ő népszerűségi mutatója pedig elkezdett lefelé mászni a lejtőn. Lassan én úgy érzem egyébként, hogy ebből azért kihozták a maximumot a republikánusok, és bizonyára meghatározó narratíva lesz a kampány legvégéig, de nem fog rajta elúszni a kampány. Ennek egy picit ellentmond az, amit most mérnek elutasítottságban, tehát nem Hillary Clintonnak a támogatottság, hanem az elutasítottságát mérték, és ez viszont nagyon magas, 55%-os. Pont ugyanakkor a most, mint Trumpnak a Reuters szerint. Ó, tehát mindkettőnek ugyanakkor ez igen, most először, mert eddig Trumpnak mindig nagyobb volt az elutasítottsága.
És Trump mennyit árt magának, ha már e-mail bot rá mondjuk egy-egy olyan ismételten meggondolatlan kijelentéssel, hogy tegnap arra célzott, hogy akkor az oroszok mutassák már meg, hogy hol vannak ezek az e-mailek. Uh-huh. Sokan még a republikánusok közül is a szívükhöz kaptak, és azt mondták, hogy ez hazaárulás. Ez mennyit árthat neki, hogy még mindig mond ilyeneket, nem tanult bele a politizálásba. A jogi precedens alapján egyébként egészen biztosan nem lesz ebből komoly, mert hogy tehát hazaárulásról nem lehet beszélni. És ilyenkor nagyon fontos, pont ennek a kérdésnek a kapcsán megnézni nem csak a közvéleménykutatásokat, hanem az elektori térképet is. Annak ellenére, hogy szerintem nem lesz belőle ismét csak a Trump kampányt elusztató dolog, de sok szavazónak, akik fontos államokban döntő szavazatokkal rendelkeznek, számukra ez egy döntő kérdés lehet. Köszönöm szépen, hogy itt volt ma reggel, és együtt tudtuk elemezni a legfrissebb fejleményeket az amerikai elnökválasztással kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm a lehetőséget.